mondjuk a fürdés például, hát ugye most arról van szó, hogy hidratálod a bőrt kívülről. Magyarul feloldod benne a benne lévő sókat. Oké, feleslegesnek dolognak tűnik, tűnhet, mert ugye, aki nem mostik, nem tudom mennyi ideig, annak nincs semmi baja, levakarja magáról a hengerbuckót, meg a nem tudom mit. Tulajdonképpen arra kell gondolni, hogy az emberek, akik egészségesek, nagyon sokat fürödnek. Tehát valószínűleg valami okból fenntartja náluk ezt a, még mondjuk nem, majd rájövök, hogy miért, de még most nem értem pontosan, vagy lehet több oka is van ezt a folyamatot. És tulajdonképpen arról van szó, hogy a bizonyos emberekben már, akik nagyon régóta csinálják ezt, tehát a genetikailag ugye már generációk óta mondjuk fürödnek, van a lehetőségük, ezekben már kialakult, mint pozitív érzést kiváltó dolog, hiszen a pozitív érzések azok egy térkép az ember számára, hogy mi az, ami jó, amit csinál, és mi az, aminek rossz következménye lesz. Tehát tudván ugye genetikailag, hogy kialakult, tehát generációkra visszamenőleg, hogy ugye jó volt, és az egészségüket megtartotta a fürdés, ezért nyilván a szervezet jutalmazza, és úgy útbeigazítja minden egyes alkalommal, hogy a legközelebbi fürdést is elérje a szervezet a jó érzéssel. Na most az, hogy valaki nem érzi ezt jónak, az nem azt jelenti, hogy neki az rossz, hanem egyszerűen neki, tehát generációkra visszamenőleg kevésbé volt lehetősége mondjuk fürödni, és ezért nem alakult ki benne még a sok generáció, tehát az egyik ágrószala az utódokban nem alakult ki a generációkra visszamenőleg a sok szaporodás útján. Ja, Isten, belekavartam mindegy, szóval nem alakult ki még, de nem jutott el olyan lépcsőre, olyan sok őse nem volt még, aki fürdött, nem jutott el olyan lépcsőre, olyan magas lépcsőre, ahol már a fürdés is kiváltson benne egy pozitív érzetet. Aminek persze lehet más oka is, hogy más miatt nem vált ki pozitív érzetet, de a lényeg az, hogy csak az, amit nem érezzük pozitívnak, azért rá kell menni erre a bután elsőre, akár butának is tűnhető hagyománynak. És egy másik dolog pedig az, hogy tulajdonképpen ezért kell betartani azokat a hagyományosan akár nem is értett dolgokat, mert azok hosszú évszázadok, évezredek óta alakultak ki, hogy fenntartsák az emberi egészséget. Habár mi még nem értjük, hogy miért, vagy nem tudjuk, hogy igen, biztos tudták, de most mi nem tudjuk, de attól függetlenül be kell tartani. Nem kell mindent betartani, ami hagyomány, mert van, ami ránk tukmált szellemi szegénységet idéz elő, vagy akármit, vagy rabszolgává tesz, de azokat a hagyományokat, amelyeket a tisztálkodás, az étkezés, az öltözködés, és így tovább, öltözködés az csak félig meddig, tehát amik az egészséget tartják fenn, a testi egészséget, azokat bizony be kell tartani, még hogyha nem is értjük, hogy miért. Aztán ne csodálkozunk, hogyha egyiket se tartjuk be, és nem is vagyunk egészségesek, akkor miért nem történik változás?